2000-ben találtuk ki igazándiból ezt a zenekart. Az alapító tag én vagyok már most egyedül, de egyébként gyerekkori barátságok kötnek minket össze. 2007 óta ebben a felállásban játszunk. Egy éve érkezett hozzánk a Nagy Viktor barátunk, és már egy korábbi barátsággal kapcsolatban merült fel az ő neve egy évvel ezelőtt, és vele egészültünk ki ebben az ötös formációban, és igazándiból azóta zenélünk így együtt. Nagyjából 2008-ban vettük fel az első nagylemezünket, amit követett ezután egy kislemez, egy egyszámos single, és most egy következő kislemez, emellett még két videóklipet datál a zenekar. Nyilván egy underground zenekarként Magyarországon és egy-egy európai országban lehetőséghez mérten jelentetjük meg a zenénket, most már hál' Istennek egyre szélesebb körökben. Csak a basszusgitárosunk budapesti. Meg most már a gitárosunk. Meg most már a gitárosunk a Viktor, igen, ő is budapesti. Egyébként én és Robert, a gitáros, mi már 10 éves korunk óta nagyon jó barátok vagyunk, mi Tiszaújvárosból érkeztünk, onnan indultunk el. Ott kezdtük el ezt a ketten egyébként ezt a zenekart már úgy a magunk is 16-17 éves módján úgy megálmodni, elindítani. Tiszaújváros is egy nagyon pici város. Nyilván amikor mi elindultunk, ott azért vannak a kis gyerekkori barátaink, azok a lokál patrióták, akik minden nap a gördeszkájukkal, görkorújukkal, vagy éppen a egy dobos sörükkel ellátogattak egy-egy próbára, és néha kerekedett az adott garázsban, ahol próbáltunk egy olyan próba, ami azt mondja, hogy felért egy koncerttel, és maga azok a támogatások, azok a biztatások, hogy például úgy találkozni ma egy koncerten, egy olyan gyerekkori barátommal, akivel még együtt kosárlabdáztunk kint a téren, és ott volt az első próbáinkon, és az élet úgy hozta, hogy 5 éve nem látjuk egymást, és egyszer csak mosolyog a színpad előtt, és eljöttem 5 év után megnézni titeket, és büszke vagyok rátok, hogy ezt elértétek. Nyilván ezek a visszacsatolások a lehető legjobb dolgok. Ricsivel a középiskolai időszakban találkoztunk, ő miskolci, tehát 16-17 évesen már rengeteg közös fesztivál, koncert, látogatás, rengeteg olyan zenei élmény, és a Ricsi volt az első ember, akit megkerestünk az ügyben, hogy legyen az énekesünk. Ő akkor már egy pár év éneklés kihagyás után egy kisebb-nagyobb meghányaveti oldal után újra elkezdte felvenni az énekes cipőt, és aztán teljes válszélességgel dolgozott a zenekarban, és azóta is. Thank you.
összeraktak dalokat, volt egy csokor, amivel már érdemes volt ugye énekesekben gondolkodni, akkor pont itt a gyerekkori ismeretség kapcsán merült fel az én nevem. És annak ellenére, hogy már pár éve nem próbálgattam szárnyaimat ilyen első egyetemi középiskolai zenekarokban, így belevágtunk a történetben, és hát effektív azt lehet mondani, hogy együtt váltunk remélhetőleg mondhatni ilyen zenész fél évét.